az egész megyét körbe fogom járni itt a megyei tagszervezetek vezetőivel, hiszen önkormányzati választások közelítenek hozzánk, és nagyon örömömre szolgál, hogy itt Veszprém megyében megyei listát is tudott állítani a Mi Hazánk mozgalom. Alig több mint egy éves új párt vagyunk, az embereknek még meg kell szokniuk, hogy Torockai László vagy Dúró Dóra neve az immár nem a Jobbikhoz, hanem a Mi Hazánk mozgalomhoz kötődik. Mi tovább visszük azt az eredeti eszmeiséget, azt az eredeti utat, amit annak idején a Jobbik képviselt. Ugyanakkor rengeteg olyan új témát vállaltunk fel, mint például a zöld ügyet. Lettünk talán Európa első igazán radikális nemzeti zöld pártja, amit korábban a Jobbik nem képviselt, és ma már a tagságunk többsége nem a Jobbikból érkezett, úgyhogy nyugodtan mondhatom, egy új zöld erő jött létre Magyarországon. Nagyjából két hét múlva megmérettetés következik minden politikai párt számára, így önök számára is. Mi az, amivel elégedetlen akár országos szinten, de ha itt esetleg Tapolcát nézzük, nyilván itt a lokális média szempontjából érdekes, mire számítanak Tapolcán? 6 jelöltjük van. 35 polgármester jelöltünk van az országban. Örülnék annak természetesen, hogyha közülük nagyon sokan megnyernék a választásokat. Én magam is főállású polgármesterként vezetem a pártot. Erre nem nagyon volt még parlamenti képviselettel rendelkező pártok esetében példa a rendszerváltozás óta, tehát én is újra megmérettetem magam másodhalmon, van két kihívom, szeretném én is megnyerni a választásokat, de nagyon jó polgármester jelöltjeink vannak szerte az országban. És emellett pedig 12 olyan megye van, ahol esélyünk van bekerülni a megyei közgyűlésekbe. Mindenhol szeretnénk jelen lenni majd akár egy frakcióval a megyei közgyűlésekben. Itt Tapolcán is nagyon szeretnénk, hogyha bejutnánk a testületbe, a képviselő testületbe. Nem ezt ígérte a Jobbik annak idején itt Tapolcán, amit az elmúlt években láttunk. Sem kiugró fejlődést nem látok a településen, sem pedig azokat az elveket, azt az üzenetet, amit annak idején megfogalmaztunk, akár közösen is. És éppen itt a szomszédban, Badacsonyban jártam tavaly egy évvel ezelőtt, amikor egy borászt a születi mulatság keretében két idemigrált Szabolcs környéki cigányember halálra vert, és éppen most hallottam azoktól a helyi tapolcai fiúktól, akik elfogták ezeket a gyilkosokat, hogy szabadlábon vannak, háziőrizetből, vagy éppen otthon a lakásukból járnak szabadon a bíróságra a gyilkosok. Tehát látjuk azt, hogy lenne mit tenni, látjuk azt, hogy az a kormányzati ígéret, hogy a Balaton az majd egy fantasztikus európai vagy világszintű turisztikai paradicsommá fog válni, az nem következett be. Akár ezen a környéken azt látjuk, hogy mondjuk a 80-as évekbeli turisztikai kínálathoz képest nem túl sok előrelépés történt, bár természetesen mi egy unortodox pártként tudjuk támogatni akár a családpolitikai intézkedéseket, akár a migráció elleni küzdelmet, ugyanakkor azt is látjuk, hogy az országban óriási problémák vannak, látjuk azt, hogy kormányközeli vállalkozók végzik a beruházásokat, látjuk azt, hogy hatalmas a munkaerőhiány, hatalmas a kivándorlás, mi ezek ellen szeretnénk tenni. Mi a harmadik erő vagyunk, azokat képviseljük, akik számára sem a jelenlegi kormányzat munkája, sem pedig a korábbi Gyurcsány által vezetett kormányzat munkája nem volt megfelelő. Szeretnénk, hogyha lenne egy harmadik lehetőség, ez a Mi Hazánk mozgalom által épített harmadik út.